Katar visszatérésével, valamint Las Vegas érkezésével a 2023-as Forma 1-es versenynaptárban immár rekordot jelentő 6 részben vagy teljes egészében éjszakai futamot rendeznek. Mostani videónkban összeszedtük a közel 15 éves villanyfényes történelem legérdekesebb versenyeit. 2008 Szingapúr, az első. Ki ne emlékezne a Forma 1 első villanyfényes versenyére, amely később aztán az egyik legnagyobb botránynak is otthonul szolgált. És ha mindez nem lett volna elég frissen, Felipe Massának hála 2023-ban is több témát szolgáltathat, mint az aktuális szezon. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy Katar abban az évben már márciusban megrendezte az első villanyfényes versenyét a MotoGP évadnyitójaként, de a Forma 1 gőzerővel készült az első szingapúri hétvégére. A bajnokság két fő esélyese, Lewis Hamilton és Felipe Massa között mindössze egy pont volt a különbség, és az időmérőn a brazil mindent elkövetett a fordításért, hiszen maga biztosan szerezte meg a pole pozíciót. A Q2-ben az addig biztató formát mutató Alonso alatt elromlott a Renault, így a spanyol csak a 15. helyről rajtolhatott. A verseny elején semmi különös nem történt, ám a 12. kör végén jó nagy meglepetésre Alonso állt ki elsőnek tankolásra. Néhány körrel később a másik Renault-val Piqué csapódott a falnak, előidézve egy biztonsági autós szakaszt. Mivel az akkori szabályok szerint a box utca ekkor bezárt, így Nico Rosberg és Robert Kubica is szabálytalanul kényszerült bejönni. A nagyobb gondok viszont azután jöttek, hogy amikor ismét lehetett tankolni, az egész mezőny egyszerre érkezett, és a kapkodás közepette a Ferrari túl korán engedte el Felipe Massát, aki az egész benzincsövet elvitte, és a box utca kijáratánál kényszerült megvárni a szerelőket, hogy a magabiztos vezetést egy utolsó helyre cserélje. Ha mindez nem lett volna elég, a veszélyes akciót még egy áthajtásos büntetéssel is jutalmazták. Gondolhatnánk, hogy a kezdeti lámpás rendszer volt problémás, de egy évvel később Brazíliában kiderült, hogy a nyalókás ember is ugyanúgy tud hibázni, ma pedig már minden csapat ilyen lámpát használ. Az újraindításnál így már Rosberg vezetett, aki mindent meg is tett, hogy minél nagyobb különbséget kiautózzon a stop and go büntetés tudatában. Aki viszont igazán nyerő helyzetbe került, az Fernando Alonso, aki, miután mindenki elvégezte az első kiállását, az élen találta magát. A spanyol pedig innen már nem is engedte ki az előnyt, és közel két évvel a legutóbbi Renault-s győzelme után nyert ismét a francia csapatnak. Nico Rosberg lett a második a Williams-szel, míg Lewis Hamilton a harmadik helyre kapaszkodott fel, amivel tovább növelte az előnyét a nullázó Massa előtt. A Ferrari teljes leszereplését pedig Räikkönen tette teljessé, aki miután végignézte az elrontott kiállást, a mezőny végéről az ötödik helyig jött fel, a hajrában viszont a híres, ma már egyébként nem létező sikánban hibázott, és falnak csapta a Ferrarit. Bár a véletlen egybeesés a Renault-nál már akkor is gyanús volt egyeseknek, a botrányt végül Nezinho Piqué robbantotta egy évvel később, mint egy bosszúból, amiért szezon közben kirúgták. Akkor végül a csapatfőnök Flavio Briatore és Pat Simons is eltiltást kapott, előbbi örökre, utóbbi 5 évre, ám az eredményt helyben hagyták. Massa legnagyobb bánatára, aki végül ugyanúgy egy ponttal maradt le a VB címről, ahogy egyébként a futam előtt álltak. 2012 Abu Dhabi. Räikkönen híres mondata. A Forma 1 egyik legváltozatosabb, világbajnokok számában pedig legerősebb idényében rengeteg futamgyőztest és még több dobogóst ünnepelhettünk. Abu Dhabi kivételesen nem a szezon záró szerepét töltötte be, ám úgy érkezett ide a mezőny, hogy a címvédő Sebastian Vettel zsinórban 4 futamgyőzelemmel nem csak ledolgozta a hátrányát Fernando Alonsoval szemben, hanem Abu Dhabiban már ő volt előnyben. Az időmérő után azonban komoly nehézségekkel találta magát szemben, mivel autójából nem tudtak elég üzemanyagot szolgáltatni, így a németet kizárták, és végül a box utcából rajtolhatott csak. A naplementében induló futam azonban a pálya történetének egyik legizgalmasabb jelet. A rajtnál maga biztosan jött el a poleból induló Lewis Hamilton, mögé viszont Kimi Räikkönen jött fel a Lotusszal, Mark Webber pedig alaposan visszaesett, és az első körben egy kemény csatát követően még Alonso is megelőzte. A verseny elején főleg Vettel zárkózott, a 9. körben viszont megindult a lavina. Ekkor a korai kerékcserét követően Nico Rosberg ugratott át Narenkárt a KMHRT-jén, előidézve egy biztonsági autót. A Red Bull ezt ki is használta Vettelnél egy kényszerű szántcserére és egy alternatív stratégia alkalmazására. Az újraindítás után Hamilton ismét elhúzott, ám néhány körrel később műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Ezzel Räikkönen került az élre, és ekkor hangzott el a máig híres mondat, amiből még pólókat is kiadtak. Sokáig dobogós helyen állt a Williams-es Pastor Maldonado, ám előbb Alonso megelőzte, nem sokkal később pedig Webber is próbálkozott, de az elhamarkodott manőverének ütközés és pörgés lett a vége. Az ausztrál később Massával is összeakadt, az izgalmak pedig a kiállások után is folytatódtak.
A 39. körben Paul Di Resta és Sergio Perez csatázott, ám kettejük párviadalában végül Webber és Grosjean akadtak össze, mindkettejük versenyének véget vetve. Az újabb safety car után Räikkönen magabiztosan tartotta a vezetést Alonso és Button előtt, Vettel pedig immár friss lágygumikon támadott a negyedik helyről. Button mellett egy látványos előzéssel el is ment, előrébb azonban már nem tudott kerülni. Räikkönen végül a visszatérő évében megszerezte a Lotus első győzelmét, ami így az 5. különböző csapat és a 8. különböző versenyző volt, akit abban az évben elsőnek intettek le. Alonso a 2. helyével közelebb került a bajnokságban Vettelhez, aki azonban így is bravúrt hajtott végre, hiszen a box utcából rajtolva a 3. lett. A futam pedig a pálya történetében az egyik legizgalmasabbként marad emlékezetes, azonban ebben az őrült szezonban nem biztos, hogy a rajongók erre gondolnak először. 2014 Bahrein, a házi csata. A V6-os éra kezdete óriási Mercedes fölényt hozott. A szezonnyitó ausztrál nagydíjon Nico Rosberg, Malajziában pedig Lewis Hamilton futam győzelme gyakorlatilag már a rajtnál eldőlt. Hamar nyilvánvaló volt, hogy a győzelemre egyedül a Mercedes csapat két pilótája esélyes. A 3. helyen Daniel Ricciardo már majdnem egy másodpercet kapott a pole pozíciót megszerző Rosbergtől. A szabályok mellett 2014-re a Sahiri pályára is kitelepítették a világítást, így Szingapúr és Abu Dhabi után ettől az évtől kezdve már Bahreinben is éjszakai versenyeket rendeztek. Ezen a futamon pedig mindent megkapott a Forma 1-es rajongó, amit csak elvárt egy jó futamtól. Rosberg ugyan már a rajtnál elvesztette az első helyét, de utána egy pillanatra sem adta fel, és többször is próbálkozott előzéssel. És amíg a két Mercedesre figyeltünk, addig mögöttük is folyamatos volt a kavarodás a mezőnyben. Amikor pedig egy kicsit kezdtek csillapodni a kedélyek, akkor jött a jó öreg Maldonado, aki szó szerint feje tetejére állította a futamot, legalábbis Esteban Gutierrez számára. Jött a biztonsági autó, amitől újra összerázódott a mezőny. Az újraindítás után pedig Rosberg ott folytatta, ahol abba hagyta, ám Hamilton minden támadását kivédekezte. A kemény küzdelem ellenére a két pilóta között ekkor még barátság volt, annak ellenére, hogy többször is leterelték egymást a pályáról, és már ekkor egyértelmű volt, hogy a bajnoki cím kettejük között fog eldőlni. A Mercedes brutális fölényéről sokat elárul, hogy miközben ádász csatát vívtak a győzelemért, a biztonsági autós szakasz után 11 kör alatt 24 másodpercet adtak a 3. Pereznek. De mindezek ellenére az év egyik legjobb versenyét hozták össze, amely nem mellesleg a bahreini videóban is az első helyen volt. 2020 Sahir, a kétszer elbukott győzelem. A koronavírus járvány következtében Bahrein két versenyt is vállalt az Európa Központúra átalakított versenynaptárban, a másodikat azonban a megszokottnál egy jelentősen rövidebb vonalvezetésen. Ezen a futamon nem tudott részt venni a 7. bajnoki címét már korábban bebiztosító Lewis Hamilton egy pozitív Covid-teszt miatt, míg Romain Grosjean a hatalmas és épp hogy élve megúszott látványos balesetében összeszedett égési sérülései miatt idő előtt befejezte Forma 1-es pályafutását. Hamilton távolléte viszont hatalmas lehetőséget teremtett az ekkor még Williams-es George Russellnek, aki egy futam erejéig beülhetett a világbajnok autóba. A fiatal angol pedig remekül élt ezzel az eséllyel, az időmérőn egyből megszorongatta az egy körön alapból remeklő Bottast, a rajt után pedig faképnél hagyta újdonsült csapattársát. A két Mercedes mögött már nem alakultak simán a dolgok, az időmérő remek kört autózó Charles Leclerc ugyanis kilökte Sergio Perezt, Max Verstappen pedig nem tudta elkerülni a balesetet és a falban kötött ki. A Red Bullos és a Ferrari is a helyszínen kiesett, a mexikói viszont egy kerékcsere után az utolsó helyről kezdhette meg a felzárkózást, ami olyan jól sikerült, hogy az 56. körben már ismét a 3. helyen haladt. Az élen a két Mercedes messzire leszakította üldözőit, amikor Russell helyettese Jack Aitken törte össze a Williams-t. Pályán heverő első szárny miatt érkezett a biztonsági autó, amit a Mercedes egy dupla kerékcserére akart felhasználni. Ez azonban katasztrofálisan sült el, a csapat ugyanis felcserélte a két versenyző gumiszettjeit. Ennek következtében Russellnek még egyszer ki kellett állnia, Bottas pedig az addig használt gumiaival állt vissza a versenybe. Az újraindítást így a mezőny végéből felzárkózó Perez várhatta az érről, még a két Mercedes a 4.-5. helyen folytathatta. Russell azonban nem sokat várt, szinte azonnal lelépte csapattársát, majd Esteban Ocon és Lance Stroll megelőzése után már a 2. helyen volt és közeledett Perezre. A várt csata azonban nem valósult meg, miután Russellt egy lassú defekt miatt újra a boxba hívták, így Perez egészen hihetetlen módon az utolsó helyről nyerte meg pályafutása első versenyét, mindez rekord hosszúságú 190 futam után. A dobogóra még életében először Ocon és a másik Racing Point-tal Stroll állhatott fel, Russell pedig a 9. helyen futott be és szerezte meg pályafutása első pontjait, ám ennek így alig ha tudott örülni. 2021 Jeddah, nehéz súlyú bajnoki csata.
Az elmúlt években Szaúd-Arábia óriási erővel és még több pénzzel próbálja megvetni a lábát a sportban, és a teljes pályás letámadásból az F1 sem maradhatott ki. Kevés olyan helyszín van, ami olyan gyorsan eljut a versenyszervezésig, mint Jidda, hiszen amikor kihirdették a 2021-es versenynaptárt és elkészültek a szezon elejé beharangozók, az új pályának még a vonalvezetése se volt ismert, és az elkészítése is igencsak ki lett centízve, noha az utolsó előtti futam volt csak a naptárban decemberben. A világ leggyorsabb utcai pályájának beharangozott aszfaltsík így pont belekerült a szezon végére egyre inkább eldurvuló bajnoki harcba Max Verstappen és Lewis Hamilton között, ami már az időmérőn nagy fordulatot vett. A Q3 végén Verstappen két szektor után óriási előnyben volt, de az utolsó kanyarban falnak koccant, így Hamilton rajtolhatott az érről, a holland elé pedig még Valtteri Bottas is befért a másik Mercedes-szel. A futamon a vonalvezetés miatt sokan apokalipszist vártak, ami a rajtnál még elmaradt, de néhány kör után beindultak a dolgok, miután Mick Schumacher eldobta az autóját az egyik kanyarban, pályára csalva a safety cart. Ezt kihasználva a két Mercedes kiállt kereket cserélni, Bottas pedig, hogy helyet csináljon magának, visszafogta a tempóját, ezzel lassítva Verstappent, aki nem előzhetett. A Red Bull így minden mindegy alapon inkább kint tartotta a hollandot, aki ezzel az érre állt, és ez be is jött, ugyanis az FIA néhány kör gondolkodás után rájött, hogy a tech profile jelentősen elmozdult, így a piros zászló is előkerült. Verstappen ezzel többet magával pozícióvesztés nélkül cserélhetett kereket, de az új rajtnál egyből Hamiltonnal kellett szembenéznie, ami nem is múlt el csörte nélkül. Az angol jobban rajtolt, de korábban fékezett, amire reagálva Verstappen kívülről támadott, és bár előbb ő került kiszorított helyzetbe, a sikán kiáratánál már ő szorította a falhoz Hamiltont, akit így okon is megelőzött. Hátul közben tömegbaleset tört ki, Perez Leclerrel harcolva kiforgott, amit George Russell egy satúfékkel akart elkerülni, de csak azt érte el, hogy a mögötte haladó Mazepinnek esélye sem volt reagálni, és belerohant a Williamsbe. Újabb piros zászló következett, ami alatt elképesztő rádióüzeneteknek lehettünk fültanúi, amikor is a versenyigazgató Michael Masi saját hatáskörében alkudozni kezdett a harmadik rajt sorrendjéről. Végül Verstappent Hamilton mögé sorolták, és így az az okon került az érre, aki addig egy métert sem vezetett. A rajt után sem volt sokáig ebben a pozícióban, miután Verstappen egy bátor manőverrel bevetődött Hamilton és az Alpine mellé, és visszavette a vezetést, a franciát pedig Hamilton is hamar megelőzte. Eközben hátrébb is zajlottak az akciók. Sebastian Vettelnek előbb Yuki Tsunoda, majd Kimi Räikkönen is nekiütközött, míg Fernando Alonso egy látványos mentéssel mutatott be egy magánszámot és esett vissza. Miután a virtuális biztonsági autó után ismét jött a zöld zászló, Hamilton egyből DRS-sel támadott, amit Verstappen csak az első sikent levágva tudott kibekkelni. Ezt a toronyban nem tolerálták, így a pozíció átadására szólították fel a hollandot, aki azonban ennél okosabb volt és a célegyenes előtt lassított le, hogy a hosszabb DRS zónában vissza is előzhessen. Ezt persze Hamilton is tudta, így ő is lassítani kezdett, aminek az lett a vége, hogy a két élmenő egymásba rohant és a holland elől maradt. Pár fejhallgató csapkodás után Verstappen ismét elengedte Hamiltont, de ekkor egy kanyart sem várt a visszaelőzéssel. Ezt követően a csapat tévesen ismét a pozíció átadására kérte versenyzőjét, akit addigra már megbüntettek, így okafogyottá vált feladni ezt a helyet. Hamilton végül el is lépett a hajrára, Verstappennek pedig a második hely maradt a büntetés ellenére. A harmadik hely végül Valtteri Bottas-é lett, aki a célegyenesben legyorsulta Okont. Mivel a hétszeres világbajnok a leggyorsabb kört is megszerezte, ezzel a 8 pontos különbség teljesen lenullázódott a szezon záróra, amire a felek már nyílt háborúként tekintettek. A java viszont még hátra volt, hiszen a jiddai káoszra egy hét múlva egy még nagyobb botrány következett. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel, hamarosan jövünk egy újabb videóval.